Fedezd fel másképp a titokzatos Erdélyt áll a Transylvanian Ruins nevű honlap főoldalán. A nemrég elindított projekt olyan erdélyi várakat, templomokat, egykor impozáns épületeket mutat be, amelyek erdélyi örökségünket jelentik, ugyanakkor a legtöbb esetben már romos állapotban vannak. A projekt kitalálója és működtetője Füstös Rajmond, őt köszöntöm a stúdióban, szervusz! Köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves nézőket! Mesélj egy picit a kezdetekről! Mikor kezdted el tulajdonképpen magát a fotózást? Hogy indult ez a projekt? Hogy jutott eszedbe? 2020-ban a koronavírus járvány első évében történt ez az egész. Ugye le voltak zárva határok, én előtte kerestem az olcsó repjegyeket, mindenhova elutazni olcsó repjegyekkel, ezt ugye beszüntették néhány hónapig, és ilyen 2-3 hónapnyi bezártság után kerestem valami látnivalót, muszáj volt kimenni valahova természetbe, és így fedeztem fel, az első az a Magyar Létai Géci vár volt, bele is szerettem, és akkor így elkezdtem felfedezni Kolozs megyében, Szilágy megyében, Maros megyében is szépen így kitágult a tér. Akkor az volt az első év, amikor sok helyet bejártam, utána 2021, 22, 23 és az idén is folytattam, mert rengeteg van. Hogy mi mindenre jó az ember életében egy olyan időszak, amikor korlátozva vagyunk, amikor nem feltétlenül ülhetünk repülőre, hanem kénytelenek vagyunk a saját közvetlen környezetünket felfedezni. Pontosan, és ilyenkor jövünk rá, hogy mennyi minden körülvesz, és mennyi minden érték körülvesz bennünket, amire sajnos nem figyelünk, és ez a gyűjteményemben is látható sajnos. A háttérben egyébként a saját fotóidat láthatjuk, azokat, amelyek az általad készített honlapon is nagyjából ott vannak. Na de beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan szoktad ezeket a helyeket bejárni, illetve hogyan nézed meg, hogy hova menjél? Vagy ez hogy történik? Az legelső lépés a Google Maps, ott megnézem, utána a Google-on persze rákeresek, sajnos rengeteg helyről sok információ nincs. Viszont így kinézem, hogy egy napba maximum mi fér bele, útvonalt tervezek, és akkor az útvonal mentén azt követem. Néha így bebenézek kisebb falvacskákba is, és akkor olyan műemlékekre bukkanok, amikről nem is tudtam, és akkor ezeket is lefotózom, utólag rákeresek információkat. Van, hogy nem találok, viszont olyankor a helyeket meg szoktam kérdezni, hogy végül is mi a helyzet, mit tudnak róla. Volt olyan, hogy megtaláltál egy épületet, és így nézted, hogy ez mi lehet? Nem találtál róla semmit az interneten sem. Voltak ilyen meglepetések? Volt, igen. És kellemetlen meglepetés volt, viszont a helyiek sem tudtak sokat a helyről. És ilyenkor mit csinálsz? Utána kutatsz? Utána kutatok, mert végül is érdekel, hogy hol jártam. Bevallom, nem mindig tudom, hogy hova megyek, hogy mi vár rám, de utólag rákeresek, hogy akkor mi is a történet a helynek, mi zajlott ott, kik uralták. Miért érdekelnek téged ezek a romos épületek? Én szeretem a történelmet, szeretek fotózni, és szeretem az izgalmat, a kalandot, és ez így egyben benne van kastélyokban, várakban, templomokban, romos templomokban. Bevallom, hogy szeretem az ilyen romantikus helyeket, amik el vannak hagyatva, még nem annyira romosak, még látogathatóak, még valamit lehet látni, viszont szerintem, a véleményem szerint a legjobb az lenne, hogyha ezekre vigyáznánk, értékesítenénk, akár a turisztikai célokra is felhasználnánk. Mert van, ami menthető, van, ami sajnos már nem annyira, de legalább konzerválni és tisztában tartani ezeket a helyszíneket. Társakat találtál ezekben az utazásokban? Úgy értem, egyedül jársz ilyenkor, vagy még csatlakoznak mások is, akik hasonló érdeklődéssel rendelkeznek? Ez mikor, hogy van, amikor egyedül megyek, van, amikor társal megyek, igen. És milyen gyakran szoktál, mondjuk hetente, havonta, amikor ráérsz? Amikor ráérek, nagyjából hétvégén, volt én, hogy a hónap minden hétvégén el voltam menve valahol, volt én, hogy nem, viszont ez. Mi az, amit eddig feltérképeztél, mondjuk, ha megyékben gondolkodunk? Merre jártál? Mit választottál? Bár Hargita és Kovászna megyében is járkáltam, ott még nem, és talán Krassoszörény, amit úgy szeretnék még bejárni, a többit így nagyjából bejártam. Ez azt jelenti, hogy Beszterce, Szilágy, Kolozs, Maros, Fehér, Bihar, persze, Parciumra is kitérve, Bihar, minden. Tehát nagyon-nagyon sok mindent láttál már az útjaid során. Hogy lett ebből a
kirándulásokból, hogy lett tulajdonképpen ez a honlap, amit te most folyamatosan szerkesztesz? Hogy lett ebből egy projekt? Hát ugye, ahogy bejártam a helyeket, egyre bővült a gyűjteményem, a fotogyűjteményem, és ott van a rengeteg, több néhány ezer fotó. Két évvel ezelőtt én elvégeztem egy weboldal szerkesztő tanfolyamot, aminek a keretében a végső projekt egy teljes honlap készítése volt. Gondoltam, valamire felhasználom ezeket a fotókat, hogy látványos is legyen, és akkor meg is született a honlap. Ezt így pihentettem, viszont az idén újra előkaptam, és akkor most el is indítottam a honlapot. Ez egy viszonylag új történet, nagyjából néhány hónapja indítottad, igen, hogyha jól emlékszem. Ugye ez teljesen ingyen, mondjuk ezt, hogy ingyen csinálod, tehát gyakorlatilag erre nem kaptál még semmilyen finanszírozást. Van-e valamilyen célod vele, elképzeltél-e egy, nem tudom, lehetőséget ebben, vagy egyszerűen csak azért csinálod, mert jól esik? Jól esik. A másik dolog az, hogy szerettem volna, hogyha fotók ne csak ott az én folderemben legyenek, hanem hogy lássák is az emberek. Először egy Facebook oldalban gondolkodtam, viszont rájöttem arra, hogy végül magyarul, románul, angolul is tudok, és hogyha három nyelven jelenítem meg egy weboldalon, akkor az több emberhez is eljuthat, akár külföldre is, és akkor ott láthatják a fotókat, és ugyanakkor olvashatnak a történetéről is, a helyszínek történetéről, meg a jelenlegi állapotokról is. Igen, hát mondjuk el a nézőknek azt, hogy valóban ez egy három nyelvű honlap, ahol nem csak fotók vannak, hanem az illető romos épületnek a történetét is feltérképezed. Magad írod ezeket a szövegeket? Hát rákeresek, több forrásból rákeresek, és akkor azokat igen... Szerkesztett formában. Szerkesztett formában. Hogyan akarod fejleszteni tovább ezt a honlapot? Miben gondolkodsz? Mész ezen az úton, vagy esetleg vannak új terveid ezzel? Hát a legelső tervem az, hogy minél több a helyszínt megjelenítsek a honlapon, és akkor talán növelni a látogatottságot is. És aztán ki tudja, lehet valaki, aki tehetős, az felfigyel, és megtetszik neki valamely helyszín, talán megvásárolja, talán felújítja, talán felhasználja valamire. Tehát az igazi célod az, hogy megmentsd ezeket a műemlékeket. Ez lenne az igazi cél, egyedül nehéz, viszont hogyha többen látják, talán akkor felkelt az emberek érdeklődését, talán akkor elmennek, meglátogatják a helyszíneket, és hogyha a helyiek is látják, hogy nincs csak jöttek más megyékből, talán más országból is hozzánk a faluba, akkor látják, hogy van érdeklődés, és akkor valamit kezdenek vele. Van-e kedvenced az épületek között, amiket megnéztél? Hát, volt-e olyan, amire azt mondtad, hogy na ez feledhetetlen? Az előbb említettem, hogy a Magyar Létai Géci vár a kedvencem, ugye az volt az első. Az első. Az első, viszont több ilyen helyszín van persze. Nem tudnék, most rengeteg van. És valamilyen szinten mindegyik ugye a szívemhez nőtt. Talán említeném itt a kaplyoni Haller kastélyt is. Kagylós kastély. A Kagylós kastélyt. Igen. És hogyha már ezt említem, akkor ugye Kagylós kastély, ott van a Szent Benedeki Kornis kastély, az Unikornisos kastély, hogyha ilyen kis a legendát megragadunk, akkor már azzal fel lehet kelteni az emberek érdeklődését. Igen. Igen, az is egy nagyon érdekes ebben a történetben, hogy nem ragaszkodsz ahhoz, hogy csak magyar műemlékeket mutassál be, hanem mindent, ami erdélyi épített örökség, legyen az román vagy szász. Hát ugye a szász erőd templomok az egy külön fejezete mindannak, ami az erdélyi épített örökség. Ezeket hogyan szándékozod bevinni ebbe a projektbe? Ugye magyarként a szívem ugye a magyarság épületei, viszont ahogy említetted, tényleg a románság, szásság nem számít, mert végül is erdiek vagyunk, és mind a miénk. Talán említeném itt a bábolnai, a Vajdavojvod palotát is, ugye a nagy román nemzetegyesítő palotája, az is romos állapotban van manapság, szóval habár azt hittem, hogy végül is azért nem érdekli az önkormányzatokat, az embereket, mert talán magyar vonatkozású vagy szász vonatkozású, és már nincsenek magyarok a településen vagy szászok, nem erről van szó, hanem ez ilyen generalizált érdektelenség. Mit tennél, hogyha tehetnél? Könnyű újjal mutogatni, hogy ki a felelős, viszont felelősök a helyiek is, a lakosok,
felelősök az örökösök is, mert 90 után visszakapták ugyan sokan az épületeket, de pénzhiányában vagy érdekhiányában ezeket elhanyagolták, és a helyi meg megyei önkormányzatok is felelősek. Könnyű ujjal mutogatni, nehezebb, sokkal nehezebb megoldásokat találni. Hát, hogyha lenne konzenzus, akkor simán lenne. Nagyon sok esetben én azt láttam, hogy ezek az épületek nem csak, hogy parlagon vannak, hanem egyáltalán nem tartják tisztán a környezetüket. Tehát, hogy arra sem vigyáznak, hogy a sörös bádogokat, illetve mindazt, ami egy esti buli után ott marad, azt eltakarítsák maguk után. A füvet nem nyírják le körülöttük. Tehát alapvető dolgok hiányoznak. Igen, és ezt a helyiek szokták. Én úgy ezt tapasztaltam, a tapasztalat ezt mondja, hogy a helyiek szokták, ők szokták eldobálni sörös dobozokat, üvegeket, ószereket, minden zacskókat. Akik oda látogatnak, azért ezt nem szokták. Nem a turisták, általában a turisták. Aki veszi a fáradtságot, hogy megnézzen egy ilyen épületet, az vigyáz is rá. Viszont azt is említsük meg, hogy javarésze a kastélyokra gondolok most leginkább, magántulajdonban van. Szóval a tulajdonosok vállán kellene legyen az a teher, hogy kijelöljék a helyszínt magánterületként, bekerítsék, és akkor oda nem lehetne bemenni. Én be szoktam menni. És mások megvan is. Megvan az útja módja. Megvan az útja módja. Nem azt mondom, hogy legális, viszont gondozatlan. Most így a nézők kedvéért mondjuk el, hogy ezek többnyire nincsenek úgy, olyan szinten bekerítve, hogy oda, illetve amiben van, oda értelemszerű, hogy nem megy be az ember. De ahol egy nagyon egyszerű kerítés van, és neked tényleg más szándékod nincs, mint látni közelről azt a gyönyörű romot, általában a turisták ezt meg szokták tenni, hogy megnézik. És nem csak emiatt, hanem az állapot miatt életveszélyes is ide bekerülni. Nem azt mondom, hogy félni kell, hanem óvatosnak kell lenni, nagyon óvatosnak kell lenni, mert én turistaként óvatos vagyok, viszont az ottani lakosok, főleg a gyerekek szeretnek ott játszani, és bármikor megtörténhet bármi. Igen, hát ezek a romok azért folyamatosan omladoznak, beomolhat egy mennyezet, bármi megtörténhet. Mit ajánlasz azoknak, akik mondjuk kedvet kaptak arra, hogy felfedezzék Erdély romos épített örökségét? Hogyan kezdjék? Google Maps? Google Maps vagy a honlapom. Vagy viszont, a honlapod. Viszont jól bevált módja annak, hogy a hírét tovább terjesszük, az a szájról szájra. Én azt ajánlom, hogy meglátogassák, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak az ott látott dolgokra is, és hogyha hazamennek, akkor mondják el bárkinek, barátoknak, ismerősöknek, Facebookon, Instagramon osszák meg a képeket, és akkor több emberhez eljuthat, és több ember érdeklődését is felkeltheti. Transylvaniai Ruins Füstös Rajmond, gratulálok a projekthez. Köszönöm, és nagyon sok remek kirándulást kívánok neked erre a nyára is. Köszönöm nagyon szépen.